Agyonlőtte az orosz rendőrség az Iszlám Állam terrorszervezet két feltételezett tagját Tyumenben. Előzőleg a biztonsági erők információt kaptak arról, hogy két fegyveres férfi lakik a nyugat-szibériai város egy lakásában, ahol merényletre készülnek. A különleges erők emberei ezután kiszálltak a helyszínre, majd megadásra szólították fel a gyanúsítottakat, akik nem engedelmeskedtek. A két férfi lőni kezdett a hatóság képviselőire, akik viszonozták a tüzet, és el is találták a két férfit, akik belehaltak sérüléseikbe. Az akciót magyar idő szerint pénteken hajnali 17:30 körül hajtották végre.